tudom, hogy mielőtt Loránti Zsannáról beszélnék, pár szót kell mondanom arról, hogy mi is volt akkor Magyarországon. A Nagy Magyarország Mohácssal, a Mohácsi ütközetnek szeretményével megszűnt, és három részre szakadt Magyarország. Jól tudom? Három részre szakadt Magyarország. Loránti Zsuzsanna a keleti oldalán élt az országnak. Topajjal ketté választották a országot, és Topajtól egész Bécsig olyan állapotok uralkodtak, hogy szinte nehezen jöttek még a hírek is, hiszen a Mohácsi csata elvesztésével olyan uralkodó kerül a trónra, aki keresi a bécsiek és a töröknek a kegyét, és ő rövid idő után meghal, de utána is mindenki vagy a török, vagy a Habsburgnak a kegyét keresi, és a török egész Budáig fölmegy, és egyik vár a másik után esik el, és ez az évszázad a törökkel és a Habsburgval való vihaskodásba telik el, és az évszázad végén még ott van egy nagy esemény, Dózsa Györgynek a elégetése, amikor a feudalizmusnak a negatív csúcsa, hogy még el is ítéli őt elméletileg, és törvényt is hoz Bergőzi ellene, hogy nehogy még egyszer valamelyik idézőjelben paraszt olyat gondoljon, hogy a főúr ellen valamilyen igénye van. Loránti Zsuzsanna ennek a évszázadnak a végén pont 1600-ban születik meg Ónodon. Ónod egy kis falu, de van kapitánya, várkapitánya, mert úton fekszik, és egy nagyon jó lehetőség ennek a várnak, hogy megvédje a mögötte lévő lakosságot. 1600-tól 1660-ig él Loránti Zsuzsanna, és ebben a 60 évben sűrűsödik bele az ő életének a története. Édesanyja Zelenvéri Borbála, édesapja Loránti Mihály, nagy szeretettel nevelik a három gyermeküket, köztük Zsuzsannát is, és tragédiák sorozatra éri a családot, mégpedig Loránti Zsuzsannának az édesanyja nagyon korán meghal, 9 éves korában, elveszti az egyik testvérét, Erzsókot, a kisebbik húgát, és mire nagylány lesz, mert abban a korban már 15-16 éves korban nagyok a lányok, óriási zűrzavar veszi ő körül, mert 14 éves korában édesapja is meghal. Sárospatakon élnek már ekkor, és a sárospataki várban az egyik regény azt írja, hogy ott van Zsuzsanna a mostoha családjával, és minden rokonságban mindenki oda sereglepés, osztják, veszik, adják a várat a feje fölül, és nem is tudja elképzelni, hogy milyen jövője lesz, ő csendesen visszahúzódik, és ekkor jelenik meg a 23 éves fiatalember, Rákóczi György, aki a környéken egy nagy földbirtokos, és elviszi sétálni, és megmondja neki, hogy egy év múlva érte fog jönni. Tehát teljesen nagy kilátástalanság, és mégis ebben a korban ilyen fiatalon kap egy reménységet, hogy valakire várhat. Az udvari papja Loránti Zsuzsannának olyan bizonyítványt ad róla, hogy jobbat nem is adhatna, dicséri a kedvességét, a szívélyességét, a szorgalmát. Loránti Zsuzsanna mindent megtanul, amit egy háziasszonynak kell, mire eljön az ő esküvőjének a napja. A rokonság, a Rákócziak és a Loránfiak részéről is mindent elkövet, hogy ne történjen meg ez a házasságkötés. De ennek ellenére Rákóczi nem mond le róla, és 16 éves korában oltárhoz vezeti Loránti Zsuzsannát. Loránti Zsuzsanna első pillanattól kezdve úgy vezeti a háztartását, az udvartartását, bármilyen esemény is következik, hogy abban semmilyen hibát még ma 425 évvel a születése után se találunk. Olyan óriási erő koncentrálódott benne, és nem csak a családja, hanem a hazája iránt is, amit nagyon kevesen tudtak azóta is utánozni. Azok a feudális körülmények, amelyek akkor adottak voltak, azok között ő úgy élt,
hogy szinte egy tündérkertet varázsolt Sárospatakra. Azt kell mondani róla, hogy olyan hatás érte őt a papok révén, hogy nagyon elkötelezte magát a református egyház mellett és a reformáció mellett, és mindent elkövetett mindenki ellenére, hogy a reformátusságot is támogassa, és mindent elkövessen, hogy ez a iránya és a hitnek mindenképpen kinőhesse magát ebben az ország részben, ami ugye új volt akkor. Férjével boldogságban, békességben élnek, de 4 gyermekük születése óriási dolog volt számukra, hiszen 2 elvesztettek ebből, és csak a 2 fiú maradt meg, Zsigmond és György. Abban a korban tudnunk kell, hogy nem volt ritka a csecsemő halandóság, és nem volt ritka az, hogy olyan járványok voltak, amelyek megtizedelték a városok és a faluknak a lakosságát. Nagy szívfájdalom volt ez Lorenci Zsuzsának, hogy elvesztette 2 gyermekét, de minden igyekezettel azon volt, hogy a 2 fiát úgy nevelje és neveltesse, hogy a jövő nemzedéke tudjon majd az ő életük árán növekedni és kiteljesedni. Látta Lorenci Zsuzsána, hogy nagyon kevés az, hogy ők a főúri családot élnek a sárospataki várban, és mindent elkövetett azért, hogy nevelje ne csak a 2 gyermekét, hanem minden nemes ifjat és nemes fiút, akit a udvarba hozattak, neveljék a fiúkat, ugye a férfiak és a papok katonaságra, és elkölcsre nevelték, a lányokat pedig ő nevelte, mégpedig először is beteg ápolásra, hiszen ez volt ebben a korban a legfontosabb, hogy a csatákból megérkezett sebesülteket tudják bekötözni és később is ellátni, de a lakosságban és a betegség körében Lorenci Zsuzsána, mint egy orvos, úgy lépett föl, és mindenre, amit ő tudott, megtanította az ottani embereket, és gyógyfüveket terveztett, és a külföldről kapott információk után is mindenhez hozzájutott, és ő óriási gazdasági útot vezetett, hogy ne csak neki, hanem az egész környéknek minden legyen az egész évszakban. A lányokat hímzésre tanította, amit ő is tanulhatott a nagymamájától, vagy valaki nőrokontól, nem akármilyen hímzésre, hanem olyan terítőket és olyan dolgokat hímzett, amit aranyszállal kellett varni, és az Úr dicsőségére ajánlott föl. Nem volt a környéken olyan templom, ahol ne az ő terítője ékesítette volna a templomot. A mai napig a múzeumok Sárospatakon őrzik az ő aranyszállas hímzett, úri hímzéses terítőit. A betegápolás volt a második, amit a lányoknak tanított, a harmadik pedig az, hogy hogyan neveljék a gyermekeiket. Ne csak éljenek, ne csak földi táplálékot adjanak nekik minden nap, hanem lelki táplálékot is. Nagyon nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a konfirmációig a gyereklányok meglegyenek nevelve, erkölcsileg is, hogy olyan kihatással legyenek a gyermekeikre, a családjukra, hogy megálljanak. Hiszen nem könnyű évek voltak ezek politikailag. Sajnos 1619-ben Betlehem Gábor kéri, hogy a férje menjen neki segíteni a protestánsok miatt Erdélybe, hiszen Erdélyben Betlehem Gábor szintén egy viszonylagos jólétet alakított ki, de emögött ott volt, hogy ő a törökkel szövetséget kötött, és így gazdaságilag békén hagyta Erdélyt. De muszáj volt hadakozni, és a protestáns reformátor, a protestáns katolikus ellentétben is sokszor olyan feszültségek voltak, hogy muszáj volt közbelépni, és a protestánsoknak a megerősítésére kérte, hogy Rákóczi menjen és Gyulafehérváron legyen ott Betlen Gáborral, és intézzék a városok, falvak ügyeit. Sajnos Betlen Gábor nagyon korán meghal, 48-ban meghal, és így oda kell mennie fejedelemnek, Rákóczi Györgynek, ő volt Rákóczi György erdélyi fejedelme egészen haláláig, és így Gyulafehérvárra költöztek. Tehát Lorenci Zsuzsának ott kellett hagyni a patakot, és onnan kellett irányítani Gyulafehérvárra.
és minden rendben volt gazdaságilag Patakon, ahol nem csak a gazdasági életet hozta föl, hanem a lelki életet is. A református templomot megerősítették, a belső berendezést kicseréltette, és kollégiumot hozott létre, amit Perényi már elkezdett építeni, ő azt befejeztette, és fia Zsigmond Comeniust, a cseh Comeniust hozatta el tanárnak, aki akkor az egyik legismertebb tanár volt, teológiai tanár volt, és oda költözött Sárospatakra, és fellendült a kollégiumnak a élete, olyan színvonalat értek el, hogy már Loránffy Zsuzsanna pár év múlva küldette külföldre is a diákjait. Anglia és Hollandia volt a két legnagyobb város, ahova ő küldte a diákokat, akik millió információt hoztak neki, és mikor visszajöttek, szinte újabb és újabb tantárgyak lettek a teológián, és művelték és képezték az ifjakat, nem csak hitben, hanem tudományban is. Sajnos Rákóczi György nagyon korán meghal, elkövet egy hibát, és hadjáratot akar folytatni Lengyelország ellen, és ezt a török nem nézi jó szemmel. A hadjáratban megsérül és meghal, és Loránffy Zsuzsanna mint özvegy visszajön Sárospatakra, és Sárospatakon élve újra elkezdi a gazdasági ügyeket intézni. Arra nevelte az embereket, hogy a pénzre szükség van, muszáj előteremteni a pénzt, abban az időben, amikor nem nagy pénzforgalom volt, erről beszélni egy előfutárnak a hangja volt, hiszen ma csak pénzből élünk. Ő minden gazdaságot úgy vezetett olyan takarékosan, hogy bármilyen veszély jön, akkor tudjanak megállni évekig és megmaradni. Úgy gondolom, hogy Loránffy Zsuzsannának az érdemeit nagyon sokáig lehetne sorolni, de ő neki a hite még a gazdasági ügyek intézése fölött is van, mert olyan erősen tanította a hitet az emberekbe, mindig azt mondta, hogy nem az a fontos, hogy lekonfirmáljunk, nem az a fontos, hogy reformátusok legyünk, hanem ennél még sokkal fontosabb az a kegyesség, ahogy éli az embernek az életét. Ha valakinek nem példázza az élete a krisztusi életet, akkor az ne vegye föl a református szót, vagy nem mondja azt, hogy ő dedicsekedjen azzal, hogy ő konfirmált, és közben az életén ez nem látszik meg. Ő, mint özvegyasszony, óriási energiával továbbvitte a várnak a gazdagságát és a környéknek a gazdasági életét, és újabb és újabb tanítókat, papokat hozott. És ma ebből a dicsőségből él Sárospatak. Arra gondolnánk, hogy mi az, ami összefoglalva lezárhatná ezt az előadást. Ha ma Sárospatakra megyünk, akkor már van lehetőség arra, hogy a Bodrog partján sétáljunk be a városba, vagy hajózzunk föl a Bodrogon, és elénk kerül Loránffy Zsuzsannának a vára, amely szinte ugyanúgy néz ki, mint abban az időben, és ahogy partra szállunk és bemegyünk a városba, akkor látjuk a református templomot, amely ugyanazon a alapokon nyugszik, amelyet még Loránffy Zsuzsanna erősített, és látjuk a óriási kollégiumot, amely szinte kinőtte magát, óriási épület szárnyai épültek, és ma is gimnázium és teológia van benne. Annyira szeretik Loránffy Zsuzsannának az emlékét, hogy nagyon sok mindent erről neveztek el, nem csak a teológia van elnevezve Loránffy Zsuzsannáról, szobrai vannak a városban, és nyári akadémiák vannak, a Crescendo nevezetű nyári akadémia van, amelyik nemzetközi és minden évben már két évtizede hozza a világ minden ifjúságát. Azt hiszem, hogy a legfontosabb az, hogy három harang van a református templomnak a tornyában. Az egyik a Rákóczi harang, az öreg Rákóczi harang, a másik pedig a Comenius harang, de
a 425 éves évfordulóra születésének Lóránffy Zsuzsannának még egy újabb darabot tettek középre, amely Lóránffy Zsuzsannának a nevét viseli. Kitűnő feleség volt, kitűnő anya volt, gondoljunk arra, hogy ma is nincs más lehetőség, mint ha egy lány férjhez megy, akkor házasságot köt, legyen ez a házasság, mint Lóránffy Zsuzsannáé szerelmi házasság, és legyenek egymás mellett úgy, mint férj és feleség, hogy soha ne egymás haragosai legyenek, hanem egymást előre vigyék az életben, és egymást támogassák. Legyenek a mi gyerekeink, unokáink is jó anyák, úgy, mint Lóránffy Zsuzsanna, hogy ne csak pénzt és előre menetelt adjanak a gyermekeinknek, hanem hitet is, és akkor talán nekünk is lesz, azt mondják, hogy itt is volt olyan élet, hogy megmaradt a hit, ami a legfontosabb a református ember számára. Még fölolvasnék pár nagyon rövid mondatot arról, hogy mit írnak Lóránffy Zsuzsannáról. Bot Péter, a Magyar Lexikon szerkesztője ezt írja. Nagy kegyességű és szép tudományú fejedelem asszony volt, aki nem csak mások munkáját bocsátotta a világra, hanem maga is írt. Az Irodalmi Lexikon ezt írja róla. A haladó szellemű református kultúra és tudomány áldozatkész pártfogója. Az Zoványi Egyháztörténet ezt írja róla. Egyik legfényesebb alapjának tartja a fejedelem asszony a protestantizmusnak. Az Életrajzi Lexikon kitűnő gazda és kertész mi voltát emeli ki, és Mikolai Hegedűs János, a puritán mozgalom egyik legrokonszenvesebb harcosa ezt írja róla, a mi időm Deborája, így nevezi Lóránffy Zsuzsannát. Tompa Mihály ezt írja, fejedelmi nő, az volt bizonnyal világ szerint, lélek szerint, több tiszt nem nyerhetett a bársony, vívor, de ő hintett ezekre fényt. Korán előzte, mint az égen, a tündér hajnal csillag. Hogy akkor is ragyogjon, éljen, mikor a nap lenyugodott. És ahol született Ónodon, egy ismeretlen szerző írt róla pár sort. Itt kell említenem a nagyasszonynak nevét. Számos aranyával várunk felépíté. Dicsősége e nő Ónod nagymúltjának, hódolat, kegyelet drága asszonyának. Mert a dicső nevét félvilág ismeri, Ónodnak a népe soha nem felejti. 1600-ban angyala szállt a várba, itt született, itt élt Lóránffy Zsuzsanna. Kicsike bölcsője itt ringott a várban, Ónodról indult el hódító útjára. Lóránffy Mihály volt az ő édesapja. A sok hű jobbánynak ő lett a bálványa. Megáldotta az ég minden jóságával, betegek százait ápolta, gondozta. Mindenkihez volt egy vigasztaló szava. Mindenütt segített, amelyre bajt látott, felkarolta ő a nincstelen jobbágyot. Az Úr asztalára szép terítőt hívze, melyet ma is őriz a hit felekezet. Áldott hát emléked, nem felejtünk soha, te voltál Ónodnak igaz asszonya.